A mai videóban az eladás típusairól fogunk beszélni. Az üzletek szempontjából. Ugye van a személyes ugye eladás vagy áru bemutatás, és van a személytelen áru bemutatás. A személyes ugye a hagyományos értékesítés, tehát van a minta utáni, az is személyes áru bemutatás, illetve az önkiválasztó értékesítés. Illetve van még a személytelen áru bemutatás, tehát személytelen eladás. Az áru önmagát adja el, tehát ez egy önkiszolgáló értékesítési mód, mint amit itt is látunk ezen a képen. Ez a személytelen áru bemutatás, tehát amikor nincs ott senki, kiválasztja mindenki, ami neki kell termék, és viszi is. Itt a bal sarokban pedig látjuk a személyes eladást, tehát amikor ott van egy kiszolgáló, ugye itt van egy emberke, aki elmondja, hogy mit szeretne, és esetleg az eladó mondhatja, hogy ez jó -e az elképzeléseinek, vagy nem jó, hogyha esetleg tanácsot kér, tehát itt lehet tanácsot is kérni, mondjuk megkér, mondja az eladónak például az, aki személyk, hogy ő laktózérzékeny, akkor mit tudna esetleg fogyasztani, milyen terméket ajánl neki. Tehát így a személyes eladás ebb ennyiből jobb. Hátránya viszont az, hogy sok élő követel, ugye a személyes áru bemutatás. Ugye a hagyományos értékesítés, vagy más néven személyes eladás, ugye ez, amikor a pult mögött vagy, van a eladó. Tehát az élő munka költségesebb, ugye? A vevő tudjuk információval ellátni a választékról, be tudjuk mutatni neki a termékeket, ugye az áru kívánság szerinti mennyiségi osztályozása, ugye? Az eladási ár megállapítása, az áru csomagolása, tehát még be is csomagoljuk neki mi az árut, illetve csak vannak olyan helyek, ahol kezelni kell pénzt is. Tehát ez a hagyományos értékesítés. Tehát élő munkaigényes. Önkiszolgáló értékesítés, ugye a vevő szolgálja ki magát, tehát elviszi a terméket. Tehát leveszi a polcról, aztán kifizeti. Ugye itt nincs emberi kommunikáció, csak a pénztárossal tudnak ugye kommunikálni az emberek. Tehát az, az ételeket és az italokat közvetlen fogyasztásra alkalmas erényekbe és poharakba tálalják. Ugye, mit jelent tejfölös pohár, ha valaki tejföl szeretne venni? Tehát akkor közvetlenül megveszi ezt a tejfölös poharat, és akkor majd a saját ízlésének megfelelően elfogyasztja. Ugye itt látjuk a bolti kiskereskedelemben alkalmazott értékesítési módokat, vagy eladási módokat, ugye a hagyományos értékesítési mód, önkiválasztó értékesítési mód, minta utáni értékesítési mód, és önkiszolgáló értékesítési mód. Ugye a hagyományost megbeszéltük, az önkiszolgálót megbeszéltük, a minta utáni és a, vagy bocsánat, önkiszolgálat is megbeszéltük, tehát a minta utáni magad hátra. Ugye itt még egyszer a hagyományos értékesítést ugye belevettem, tehát ez egy klasszikus forma, a hagyományos értékesítés, tehát közvetlen vevő, eladó kapcsolat, berendezések, ugye a pultok, amit láttunk, ugye fényképet, itt az elején, tehát ilyen pultok mögötti értékesítés, zajlik. Tehát, vagy fali állványok, fali állványokon van a tárolás, illetve van az együttemű, tehát személyes áru ellenérték, elszámolás, tehát egy eladó. Van két ütemű, amikor két eladó van. Három, üte, három, három ütemű, ugye, ellenérték, elszámolás és áruki áruki Tehát a hagyományos értékesítés jellegzetes esetei. Tehát eladó szakértelmére ugye szükség van itt, tehát hubusárunál, híradás technikai cikkeknél és luxus cikkeknél. Megkülönlegesen nagy értékű áruk esetén. Ugye itt látjuk egy rövid összefoglalót, hogy a hagyományos értékesítési módnak a munkáról szükséglete az nagy, az önkiválasztónak közepes, a minta utáninak közepes, az önkiszolgálónak meg alacsony. Tehát eladó vevő kapcsolat ugye a hagyományosba ugye közvetlenül zajlik, önkiválasztónál szintén közvetlenül, minta közvetlenül, önkiszolgálónál, önkiszolgálónál, meg ugye közvetett. vevő kapcsolat ugye szintén a hagyományosnál közvetett kapcsolat van, önkiválasztónál szintén közvetlen kapcsolat van, a minta utáninál szintén közvetlen kapcsolat van, az önkiszolgálóna meg közvetlen szintén. Az záró bemutatás módja ugye a hagyományos értékesítési módnál az a személyes, ugye az önkiválasztó, nál személyes plusz személytelen, ugye? A minta utáné ott is lehet ugye személyes plusz személytelen, az önkiszolgáló meg teljesen személytelen. Tehát itt még egyszer itt van az önkiválasztó értékesítés volna, illetve most beszéljük meg, mert még nem esett nagyon szó. Tehát ez az értékesítés forma lehetővé teszi, hogy a vevők az eladó segítsége nélkül közvetlenül ismerkedhessenek meg az árukkal. A terméket megnézhetik, kipróbálhatják, miután a vevő kiválasztotta a megvásárolni kívánt árucikket, az eladótól kell kérnie azt. Például a mi média is van például ilyen bemutatás a tévék, ahogy ki vannak rakva, vagy esetleg hangszórók is ki vannak állítva, és akkor ki lehet próbálni ott őket. Tehát az azt jelenti, hogy ön mi válasszuk ki, nincs közvetlenül szükség az eladó euh, tapasztalataira, meg a segítségnyújtására, hiszen mi magunk is megtapasztalhatjuk ugye a termék kipróbálásával, hogy meg akarjuk-e vásárolni, vagy sem. Ugye mikor alkalmazzuk ezt az ön önkiszolgáló értékesítést? Tehát olyan esetben érdemes alkalmazni, amikor a vevő számára több idő szükséges a választáshoz. Az önkiválasztó értékesítési mód a hagyományos, továbbfejlesztett változata, munkaerő szükséglete azonban lényegesen kisebb. Tehát ennyiből pozitív az önkiválasztó. Értékesítési mód, hogy kicsi a munkára szükség, de nem kell annyi alkalmazott, mert a vevő kipróbálhatja a termékeket. Előnye, hogy a vevő zavartalanul válogathat, Mit például a cipősboltok, az is ilyen önkiválasztó értékesítési mód szerint vannak. Biztos látott mindenki, főleg nagy kínai. Cipő árusboltokat, ott ki vannak rakva a termékek, föl lehet próbálni, ki lehet választani, lehet gondolkozni. És hogyha kiválasztottuk és megfelelő a cipő, akkor mehetünk is fizetni. Tehát meggyorsul az eladó munkája, mert a vásárlók már egy kiválasztott terméket kérnek tőle. Tehát az eladóhoz már úgy fordulnak, hogy már tudják, hogy mit akarnak nem kell tipmixezni, hogy akkor most vajon mit akarhat a vevő, tehát a vevő az már konkrétan megmondja, hogy mire van szüksége, tehát kevesebb az idő szükséglete. Ugye több vásárlót tud fogadni az üzlet, hiszen megnézi, kipróbálja, na ez tetszik, jó az ára, viszem, kérem az eladótól és viszem. És ugye van még a minta utáni értékesítés, azt így nem vettem föl a képek közé. Tehát van egy kiállítóterem, és az alapján van a katalógus. Tehát van egy katalógus, amiből válogathatnak. Például a bútorboltoknál ilyesmit alkalmaznak. Tehát egy-két bútordarab ki van állítva mindenből, csak egy, meg még van egy katalógus, ami esetleg nincsen kiállítva termékről, és akkor válogathatnak, hogy ilyen színbe kérhetik azt a bútort, olyan színbe, olyan színbe, nem ilyen színben. A katalógusból ugye le van írva. Meg fényképek is ott vannak. Van egy bemutató darab. Egyetlen egyre van szükség, nem muszáj az összes színből tartani a bemutatóterembe. Tehát a bemutatóteremnek is kicsi a hely szükséglete. Ez miatt, mert mindenből csak egyet. Egy terméket kell kihelyezni. Ugye a vevő kiválasztja a terméket, és utána majd házhoz szállítják. Tehát nem szükséges ott a eladó tér mögött közvetlenül egy nagy raktár se. Tehát a raktár az lehet, mint ilyen, egy ipari területen is, ahol ugye raktározzák a bútorokat, vagy egyáltalán nincs is szükség raktára, hiszen majd közvetlenül a gyártótól majd megrendeli a bútorból és kiszállítják majd a vevőnek. Tehát hatékonyabb ez a minta utáni értékesítés, főleg a bútorboltnál. Tehát nem muszáj nagy készleteket felhalmoznom, mindenből csak egyet kell tartanom, a mintának. Van egy csomó katalógus, ugye mindegyik termékre, és akkor majd kiválaszza magának. A külső raktárból, vagy esetleg közvetlenül a gyártó, meg ugye majd házhoz szállítják a kiválasztott terméket. Tehát minden szempontból pozitív. Visszatérnék egy kicsikét az önkiválasztó értékesítési módról, tehát van a műszaki boltnál, szokták ezt használni, mint például, amit mondtam, MediaMark, esetleg ékszerboltnál. Van vannak olyan esetek, amikor mit az önkiválasztót az önkiszolgálóval, meg a hagyományos értékesítési móddal kombinálják. Tehát vannak ilyen kombinált euh, módon szokták ezeket az értékesítési formákat használni, hiszen együtt remekül kiegészítik egymást. Tehát ha gondolja a vásárló, akkor segítséget is igénybe lehet, a minta utáninál is. Tehát amikor katalógusból olvas, esetleg bútorboltnál, hogy mennyire ajánlja esetleg a terméket, vagy milyen tapasztalatok vannak, tehát ezt megkérdezheti a vásárló. Vagy például a személytelen eladásnál, ugye csak találkozik azért egy eladóval, és mit megkérdezi, hogy az a termék milyen esetleg, vagy mit ajánl, mit a cukorbetegségére tehát a személytelen eladásnál is azért van néhány eladó a boltban, tehát azokat meg lehet kérdezni. Főleg ugye a áru feltöltők, ugye azok, azok ott vannak, és ugye hozzá tud fordulni a vásárló, hogyha akar. Ha nem akar, akkor mindenki végzi nyugodtan a dolgát. Tehát azért szokták kombinálni ezeket az értékesítési módokat, mert együtt remekül kiegészítik egymást. Tehát, ha valakinek van szüksége segítségre, az megkapja, akinek nincs, akkor feleslegesen nem zavarodt egy második személy. És akkor nagyjából ennyi lett volna az értékesítési módokról a mai videó, úgyhogy köszönöm a figyelmet, és további jó tanulást kívánok!